The glue that held it all together. More than a nation. A symbol of freedom and hope. Olyan a hangulat, mintha egy kalandfilmbe csöppennénk bele. Ráadásul, mintha valami science fiction-nel kombinált kalandfilm lenne, egy érdekes motoron halad előre ez a fiatalember, a főszereplő, akivel mindjárt megismerkedünk. A Death Stranding című játékról van szó, amit a legutóbbi műsorunkban Keleti Artúr már röviden bemutatott, és akkor kiderült, hogy ő játsza játékosként ezt a bizonyos futárt. This is how we'll rebuild our country. És most itt van a lehetőség újra, hogy a játékkal foglalkozzunk, és Keleti Artúr megmutatja nekünk a játék világát belülről. Kapcsoljuk tehát a PlayStation 4-et, Keleti Artúrt és a Death Stranding játékot. Szia Artúr! Hello, hello, hello. Igen, itt már be is töltöttem a játékot, ahol mindjárt megismerkedhetünk azzal a karakterrel, aki itt a főszereplő. Ő a színész Norman Reedus, aki egyébként a Walking Deadből talán már ismerős lehet, ott Daryl-t játszotta, és itt pedig Sam-et játsza. Ő egyébként egy olyan ember, igen, időnként próbál szólni nekünk, hogy intézkedni kéne, valamit csinálni kéne, valamit játszani kéne vele. Hát akkor nyugodtan ad ki neki a parancsot, hogy induljon el, nem? Igen, természetesen, csak egy másodpercet még engedjetek meg arról, hogy a környezetet egy kicsit bemutassam. Uh-huh. De ki is rakom a háttérbe Amerikát. Lehet látni, hogy éppen, hát nem egészen, tehát geográfiailag azt a térképet látjuk, amit megszoktunk, de látszik, hogy jelenleg még csak a fele kék. Ez azért van, mert a játék során ezzel a szereplővel, aki egyébként egy futár, ezzel kell tulajdonképpen kiszállítanunk mindenféle dolgokat, tárgyakat, feladatokat kell teljesítenünk, és eközben újra össze kell kapcsolnunk Amerikát, újra be kell kapcsolnunk őket egy nagy hálózatba. Na de hogy miért kell ezt tennünk? Azért kell ezt tennünk, mert hogyha jobban körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy ez azért nem egy egészen hagyományos környezet, tehát ez egy erősen science fiction hangulatú környezet, itt mindenféle tárgyak vannak, amikhez odatok menni, föl tudom venni, itt a szállítóruhám, sőt itt fegyverek is vannak, ahogy egy tisztességes konzoljátékban természetesen megtalálhatok, a legtöbbében vannak fegyverek, és ennek az az oka, hogy a Földön, és majd ki is megyünk, egy kicsit körbenézünk, történt valami, amit most így nem spoilereznék le, de ennek hatására sajnos nem a hagyományos feladatainkkal kell foglalkoznunk, amikor ki akarunk kézbesíteni valamit, hanem a Földön egyszerre osztoznak az élők és a halottak. Na de erről majd egy picit később. A lényeg az, hogy itt ülünk a kis szobánkban, ahol egyébként pihenni tudunk, és ennek a futárszolgálatnak vagyunk a szolgálataiban, aminek a hátúra föl van írva, hogy Bridges. Sok mindent tudunk csinálni, például meg is tudunk fürdeni, ezt most nem mutatnám meg a kedves nézőknek, mert nem kell kiraknunk a 18-as karikát. És lányoknak majd csinálunk egy külön kiadást, mit szólsz? Igen, 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 egyébként biztos, hogy tetszel nekik, mert a fürdésnek különböző fázisai vannak, amiket át is lehet ugrani, mindenféle szögekből, már-már zavaróan közelről és lassan fölcsúszó kameraképpel követhetjük, ahogy a színész fürdik. De várjál, akkor női karakter nem lehetne választani főszereplőnek? Nem lehet. Nem lehet női karaktert választani. Játék. Nekem nagyon tetszik a játék, de azért én csak egyszer néztem meg ezt a jelenetet, utána mindig skippelem, ahogy ezt szokták mondani a játékosok. Sajnos a női főszereplőről ilyen jelenetet nem láthatunk, pedig azért Lea Seydoux-ról megnézném. Igen, de egyébként majdnem láthatunk. Tehát majdnem láthatunk, csak nem ilyen részleteset. Tehát megfürdik nálunk, ennyi spoilerezek, de nem eléggé alaposan. Na, akkor igen, már mondja az úriember, hogy fáradjunk ki vele, mert most már itt az ideje. Úgyhogy ezt tegyük is meg. Na most, hogy amikor itten kiérkezünk, már is nagyobb lesz a zaj, és hát egy hangárba érkezünk. Látható, hogy azért már nagyon máshogy nézünk ki, mint ahogy ott ücsörögtünk a mi kis pricsünkön. Itt felöltöztél közben munkához. Igen, felöltöztünk, így van, de hogy mibe öltöztünk be? Ez egy olyan ruha, ami látható, hát meglehetősen futurisztikus, ugye, aki egy kicsit a sci-fi területén jártas, az láthatja, hogy itt van rajtunk egy úgynevezett exoskeleton. Erről egyébként a műsorban is beszéltünk már néhányszor. Hogyne. Hogy ez,
Ez egy olyan eszköz, amit ha fölveszünk, akkor sokkal nagyobb terhet tudunk elbírni, sőt, esetleg lábra is állhatunk annak ellenére, hogy esetleg nem tudunk járni, de a mi karakterünk ezt arra használja, hogy ezt a hatalmas mennyiségű súlyt, ami a hátán van, látjátok, ezt a sok pizzás dobozra emlékeztető valamit, ezt el tudja bírni. Miért kell ezt elbírnia? Azért kell elbírnia, mert ebben az egész környezetben az a feladatunk, hogy ilyen és ehhez hasonló dobozokat mi elszállítsunk valahova. Illetve, ha ide belépek ebbe a konzolba, ami itt látható, akkor itt különböző parancsokat, különböző szállításokat tudok intézni. Tehát magamra tudom azt vállalni, mondjuk, hogy azt kérik tőlem, itt látható egy térkép, hogy itt van egy kis fehér nyillal jelzik, hogy éppen hol vagyok, hogy mondjuk egy tárgyat vigyek el valahova, ott mutatja egy csík, hogy hova kell majd elvinnem. És akkor ezeket a különböző tárgyakat... Itt jelentkezik be a netpincér neked, és adják le a megrendelést. Így, tulajdonképpen erről van szó, így van. Énként annyira igaz, amit mond a Szárpi, hogy a játékban online játékosok is vannak, tehát egyszerre párhuzamosan játsszuk a játékot, de úgy, hogy egymást nem látjuk, csak egymás által hátrahagyott tárgyakat látunk, amiket fölcsíphetünk, és elvihetjük őket más helyekre, illetve különböző jeleket, de erről még egy picit később majd beszélnék. Na szóval, lényeg az, hogy itt ebben a menüben tudunk mászkálni, itt mindenféle dolgokat tudunk csinálni, és például van egy ilyen doboz, egy ilyen helységünk, ahol tudunk tárolni mindenféle tárgyakat. És például itt már meg lehet figyelni, hogy én rengeteg tárgyat tároltam, látjátok, itt van rengeteg doboz, amelyek ezekben a lokkerekben, ezekben a tárolóhelységekben vannak tárolva, és ezeket fölvehetem, és mindenféle dolgokra használhatom őket, természetesen a saját védelmemre is, és sok minden másra. Na de nézzük kicsit a játékmenetet. Hogyha ki akarunk innen menni, akkor a leginkább a motor tudnám ajánlani, mert ez egy gyorsabb közlekedési forma. Ezt láttuk az elején is. Így van, pontosan. Kivéve, ha elakadsz a kövekben. Így kezdődött. Na most kimegyünk innen ebből a hangárból. Itt egyébként közben láthatják a nézők, hogy áthaladunk ilyen kis jeleken, és ezek a kis jelek egyébként mind más játékosok által ide rakott jelecskék voltak, amelyeket egyébként lájkolhatunk is. A játékban egy nagyon összetett ilyen like rendszer van. Na most amint kimegyünk... És akkor ezzel neked több pontod van? Igen, itt mindenféle dolgokat gyűjthetek, maradjunk ennyiben. Jó. Na most, hogyha ide kimegyünk, akkor látható, hogy ezzel a Földdel itt valami nagyon nem stimmel. Ez nem a Mars, ez nem a Hold, ez a Föld. Sajnos ennyire megváltozott azután a helyzet után, amiben itt kerültünk, és éppen ezért kifejezetten fontos, hogy ebben eligazodjunk, ebben a környezetben. Ezt azért mondom, mert hogyha megnézzük a térképet, ami ugye itt látható, itt van egy nagy térkép, ahol az általam már bejárt területeket, és az ott megtalált mindenféle pontokat láthatjuk. Szóval fontos rájönnünk arra, hogy ezen a tájon sok minden veszély is érhet minket. Nem csak a halottak támadhatnak meg, akikről majd mindjárt mutatok egy-két képet, vagy egy-két jelenetet, hanem mindenféle úton álló fosztogatók is megjelentek itt, akik a csomagokra vadásznak, hiszen az emberek most már bunkerekben élnek, csomagokat küldözgetnek egymásnak, és ezeket a csomagokat érdemes megszerezni, ugye, és aztán mindenféle dolgokat kezdeni vele. Úgyhogy most egy kicsit elkezdek itt motorozni nektek, egy olyan úton egyébként, ami automatikusan nincsen itt, ez szintén része a játéknak, hogy ezeket az utakat felépítsem. És hogy te kicsit begyorsítok, hogy haladjunk is ezzel a dologgal. A 23-as főúton. Belépek egy olyan területre, ahol sajnos vadászhatnak rám. Látjátok ezt a sárga jelet, ami most hirtelen végig szaladt, vagy ez a sárga szkennyer. Ez azt jelenti, hogy bizony engem most követhetnek itt, és levadászhatnak. Ajaj, majdnem baj lett. Levadászhatnak a csomagomért cserébe, úgyhogy megpróbálok ezen a területen nagyon gyorsan áthaladni, hát hogyha sikerül elérni, hogy ne találjanak meg. És így tudom szállítani a különböző termékeket különböző helyekre, ahol megbíznak vele, hogy ahova el kell szállítanom a dolgokat. Na most tehát akkor itt ezek a helyszínek keverednek a normális, való életben megszokott helyszínek, a sci-fi furcsa helyszíneivel keverednek? Így van, itt gyakorlatilag egy elhagyatott tájat látunk, és az, amit itt láttok rajta, ez a highway, vagy ez a autópálya, ezt tulajdonképpen mi építettük már oda, mindenféle komoly feladatok végrehajtása után. Na most gyorsan végigmegyek rajta, hogy elérjünk egy olyan helyre, ahol a tájból többet tudtok látni, ugyanis ott még egy-két érdekességet el szeretnék mesélni nektek. Például ott előtted valamik lebegnek az út fölött. Ezek a kövek, amiket itt lebegni láttok, ezek igazából mondjuk úgy, hogy ennek az egész rendszernek a részei, és nem véletlenül
rebegnek. Na, mindjárt meg is érkezünk oda, amit meg akarok nektek mutatni. Ugyanis, ezen a tájon általában az ember nem motoron közlekedik, hanem más technikával, és ezt meg is mutatom nektek mindjárt. Itt leszállunk a motorról. Lehet, hogy itt a traktor jobb lett volna. Közben elevett egy eső. Ez az eső, ezek itt olyan társak, akik szintén szállítanak, és sietnek is nagyon, és elmondom, miért sietnek. Ugyanis ez az eső, amiben mi éppen belekeveredtünk, ez egy nagyon kellemetlen dolog. Az eső ugyanis egy ilyen korróziós eső, amiben sajnos a tárgyak, amiket hordozunk a hátunkon, és maguk a felszerelések, amik a kezünkben vannak, sajnos azok a felszerelések is sérülhetnek. Ezért le kell őket fújni különböző ilyen anyagokkal, aminek a segítségével megőrizhetjük az állapotukat. Na most, ha megnézitek a tájat, akkor látjátok, hogy azért a szokásos játék stílusnál egy picit idegenebb. És erre ez alatt azt értem, na látjátok, most megint felhúzom a kis sapkámat, és elkezd esni ismét az eső, úgyhogy oda kell figyelnem majd, hogy nehogy elcsúszak. Savas eső, az nem? Ez egy savas eső, savas esős szerűség, nem egészen így hívják a játékban, ez nem érdekes. A lényeg az, hogy a hát, karakternek a mozgásán látszik. Öregít is, azt mondta Gergő, hogy öregít. Tehát öregíti az emberi testet, tehát hogyha ráhullik a kezedre, vagy bármilyen más testrészedre, akkor a bőröd előregszik gyakorlatilag. Közben ott tapicskol az Artur, figyeld? Igen. Na most az az érdekes ebben, hogy most itt meg is mutatom, a rámászok egy kőre, hogy itt azért nagyon más a helyzet, mint az átlagjátékban, ugyanis a játékosnak nagyon oda kell figyelni arra, hogy az egyensúlyát megőrizze. Ez szokatlan ebben a játékban, és annyira szokatlan, hogy a játék elején egyébként kifejezetten nehéz játszani a játékkal. Amikor az ember már néhány tárgyat fölvesz, akkor egy kicsit könnyebb lesz a helyzet. De most elszabadok nektek egy olyan helyszínre, ahol ezek a bizonyos halottak nagyobb számban találhatóak, és ott talán egy kicsit többet fogunk látni abból, hogy ők valójában micsodák, és miért veszélyesek az én életemre. Keep on keeping on. Ez a játék egy fontos üzenete, ne add fel soha. Így van, így van. Ja, mindjárt ide érkezünk, látjátok azokat a kis piros valamiket? Uh-huh. Ezeket más játékosok tették ide azért, hogy engem figyelmeztessenek arra, hogy itt egyrészt ez a savas koróziós eső esik, másrészt pedig itt bizony, nézzétek csak, besötétedett minden egy kicsit, egy ilyen furcsa, nagyon furcsa zene indul el, és bizony ebben a környezetben már várható az, hogy rám támadnak ezek a bizonyos lelkek, akik még itt vannak. Hűha. Nézzetek csak ide. Egy érdekes dolog történt. Kijött a hátamból egy ilyen kis izé. Na és akkor itt egy másik szereplőt is bemutatnék nektek. Ha megfordítom a kamerát, akkor azt látjátok, hogy van ez az izé, ami itten villog, vagy itten csattog a vállamon, és van itt egy másik szereplő is. Nézzétek csak. Ott a testemen elől, a hasamon van egy ilyen kis sárga konténer, egy ilyen kis tartó, és ebben a tartóban bizony van egy kisbaba. Mindjárt meg is próbálom nektek megmutatni. Ő is egy szállítmány? Mindjárt megpróbálom nektek ezt a kisbabát megmutatni. Ő nem egy szállítmány, kérem szépen, hanem ő egy olyan kisbaba, amelyik egy olyan anyától származik, aki érzékeny az élő és a halott világ közti átmenetre, vagyis meg tudja nekem mutatni ez a kisbaba, hogyha a környezetemben ezek a lelkek megszaporodnak. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye azt nem mondtuk el, hogy Kojima a rendező, egy japán egyébként filmrendezőnek készült szereplő, és ő tulajdonképpen talán az ő egészen érdekes fantáziavilágának is köszönhető az, hogy ezek a kisbabának nagyon fontos szerepe van. Nézzétek meg, hogy ez a kis izé ott a hátamon így pislákol, az azt mutatja, hogy milyen messze van a veszély, és körülbelül mekkora. Majd mindjárt megmutatom nektek, ugyanis most látjátok, azt mutatja, hogy a veszély az tőlem jobbra van, most már a hátam mögött hagyom, és beszaladok ebbe a helyszínbe, ami nagyon sötét helyszín. Viszont itt el is állt, itt az eső itt nem ér minket. Megpróbálok itt kiszaladni arra a területre, ahol majd össze is futunk sajnos ezekkel az élőlényekkel. Látjátok, most már megfordult, és már kicsit másfelé néz, úgyhogy szerintem előbb-utóbb is sajnos szembe fogunk találkozni valamelyik ilyen szereplővel, annak ellenére, hogy nem szeretnénk. Tehát a kisbaba az segít neked érzékelni a veszélyt.
Pontosan. Össze van kötve velem, ezért van a hát, ezért van a hasamon, úgyhogy ott lehet, hogy észrevették a nézők, hogy amikor visszatettem a hasamra, akkor összekötöttem egy ilyen kis csővel a testemmel, és így tudjam megmutatni nekem a dolgokat. És figyeljetek csak, mindjárt egy kicsit közelebb jutunk, látjátok, egyre intenzívebben kacsingat. Hopp, 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 látjátok? Baj van. Ilyenkor érdemes elindítani egy úgynevezett szkennelést, amit ha így megnyomok, akkor magam elé kirajzolja a tájat, és látjátok, hogy mi van ott előttem pont középen? Egy két alak. Alak tekereg. Aha. Így van. Ja, hopp, van itt talán még egy. Van itt több is. Ott is van egy, itt is van egy. Na most ezeket az emberi alakokkal több dolgot lehet csinálni. Egy dolgot biztosan nem jó csinálni. Úgy látom, hogy itt egy pillanatra megdermett a kép, de most úgy megint visszatért. Láttok engem? Igen, igen. Azt mondd el, hogy egyébként te miért nem szaladsz el ebből a veszélyes világból? Sajnos azért, mert a veszélyes világ, most kihívtuk magunk ellen a veszélyes világot, idejöttünk. De egyébként a küldetésem során nagyon gyakran kell ilyen területeken áthaladnom. És megoldanom azt, hogy valahogy ezeken a területeken én ellopakodjak ezek között a élőholtak között, vagy lelkek között, vagy valahogy megkerüljem őket. És persze a játék tervezők azok okosan rakták össze a játékot, úgyhogy nagyon gyakran ilyen területeken kell áthaladnunk. Na most megmutatom nektek azt, mit tudunk ezekkel kezdeni? Van nálunk egy úgynevezett gránát, amit egyébként a mi vérünkből készítettek, mert hogy azt elfejtettem elmondani, hogy úgy tűnik, hogy abban is különlegesek vagyunk, hogy a mi vérünkkel el lehet űzni ezeket a szereplőket. És megpróbálom ebből megdobni az egyik szereplőt ezzel a gránáttal. Gyertek csak! Gyertek csak! Hallunk egy démoni sikolyt, és eltűnik ott fönn az egekbe, eltűnik a szereplő. Látványos. Ez a lélek, úgyhogy ő minket már nem veszélyeztet tovább, de vannak itt még. És csak hogy megmutassam nektek, hogy mi van akkor, hogyha nem harcolok velük. Na most figyeljetek ide. Hopp! Most már megijedt a baba is, össze is húzta magát. És nézzetek ide. A talajon egyszer csak felénk közeledik valami, egyre gyorsabban, majd... Na, és akkor most ide nézzetek a kis... Próbálok kikerülni ebből a szorításból, ami ezt a csobó lélek ebből a mocsárba próbál engem visszahúzni. Megpróbálok valahogy kikeveredni. Ők meg folyamatosan arra pályáznak, hogy mikor húzhatnak vissza ide a mocsárba. És van eszközöd arra, hogy megvéd magad? Nincs. Ilyenkor már annyi csak, hogy elmenekülök, és kész. Aha. Semmi egyéb esélyem nincs. Látható egyébként, hogy itt a mocsárból még folyamatosan próbálkoznak velem, megpróbálnak elkapni. Őket egyébként egy gránáttal ilyenkor már el tudom intézni. Egy vérgránát. Egy vérgránát, ahogy mondjátok. Így van, így van. Őket így tudtam most megoldani, de egyébként ebben a helyzetben jobb nem belekerülni, azért azt hozzá kell tennem. Inkább elmenekülni érdemes ezekkel a helyzetek elől, és nem kiprovokálni. Lehet motorozni, lehet gyűjtögetni, hogyha valaki egyébként kifejezetten azt veszi célba, hogy dobozokat gyűjtsön, és azokat elvigye más helyekre, ha valaki lájkokat gyűjt, ha valaki építeni szeretné a tájat, ha valaki egyébként egyszerűen csak arra kíváncsi, hogy ez a küldetés, hogy Amerikát újra egyesítsük, ez hogyan halad, és ebben neki milyen része van, akkor természetesen nyilván egy kevésbé horrorisztikus részt is játszhat a játékból, de azért összességében azt kell mondjam, hogy nagy részben erre számíthat, tehát Kojimának ez a sötét, drámaibb világnézete, ez azért itt megjelenik a játékban, és nyilvánvalóan azért nem véletlenül van rajta egy 18-as karika. Gergő, mit azt gondolsz? Azt is gyorsan hozzá kell tennem, hogy azért nem csak Hideo Kojima vizuális világáról, és nem csak az ő hatásáról van szó, hanem Hideo Kojima legjobb barátja, Guillermo del Toro, aki nagyon sok hasonló hangulatú horrorfilmet, vagy fantasztikus filmet rendezett, és aki egyébként, akinek a filmje a vízérintések 2018-as ilyet nyert. Ő maga is rendkívül nagy hatása volt a játékra, sőt, szerepel a játékban is, tehát ő a játéknak egyébként egy elég érdekes karaktere, Guillermo del Toro, úgyhogy azt nem árulom el, hogy pontosan kicsoda, azt majd fedezve fedelik játék, hogy saját maga. De gyakorlatilag a Death Stranding elmondható, hogy ennek a két alkotó párosnak az,
a nagy szüleménye.